A Jobbik szerint a megyében is jelenlévő kábítószerkereskedelem, uzsora, prostitúció, ember és cigarettacsempészés mind hozzájárulnak a súlyosabb bűncselekmények kialakulásához. Néhány héttel ezelőtt Tiszabezdéden egy földúton minden előzmény nélkül bántalmaztak egy férfit, előzetes információk szerint kábítószer hatása alatt álló fiatalok. A középkorú helyi lakos pár nappal később belehalt sérüléseibe. Köszöntöm a stúdióban Adorján Bélát, a Jobbik megyei elnökét. Elnök úr, jó estét kívánok! Nagy tiszteltek, köszöntök én is mindenkit! Elnök úr, ezzel kapcsolatban egy sajtótájékoztatót is tartottak ma. Ezek szerint ez az ügy is ismét rávilágított, vagy felhívta a figyelmet a közbiztonságban jelenlévő gyengeségekre? Véleményünk szerint sajnos a hétköznapok minden egyes nap, tehát valóban minden hétköznap és minden hétvégén jelen van a közbizonytalanság, én ezt inkább így fogalmaznám meg. Nagyon erőteljes az a tendencia, ami különösen a határvidéken, tehát és a határnak megfelelő peremvidékén jellemzően befolyásolja az emberek objektív biztonságérzetét. Azért mondom ezt egy kicsit mosolyogva, hogy objektív biztonságérzet, mert a szakirodalom nem beszél ilyenről, nem ismeri ezt a fogalmat, szubjektív biztonságérzetről beszél. Volt szerencsém éppen a mai napon bizottsági ülésen meghallgatni a megyei rendőrfőkapitányt, melynek kapcsán azt kell mondjam számomra kicsit meglepő módon, sok tekintetben egyetértve elemezhettük ki a megye közbiztonságának helyzetét és az elmúlt éves beszámolót is. Ez referál azokról a kérdésekről, amelyeket a Jobbik már évek óta próbál megoldásra hívni. A kormányzat azonban egyenlőre nem mutat olyan hajlandóságot, hogy kezelje és megoldja ezeket a megoldásra váló kérdéseket. Emlékszem, hogy több olyan sajtótájékoztatójukon is jártunk, amikor ez a téma aktuális volt, vagy ez volt a téma, és a Jobbik folyamatosan olyan intézkedéseket sürgetne, amellyel vagy a létszámot, a bűnüldözői szervezet létszámát lehetne növelni, vagy a hatékonyságot lehetne javítani. Melyek ezek pontosan? Tehát mire gondolnak, milyen intézkedéseket várnának el ahhoz, hogy a közbiztonság vagy a biztonságérzete javuljon az állampolgároknak? Mielőtt belevágnánk a témába, azért tisztázni kell azt a jelentős körülményt, hogy a közbiztonság helyzete és állapota az nem pusztán a rendőrségtől függ és az ő teljesítményétől függ. Három egymásra épülő szervezet tevékenységétől függ, igazából véleményem szerint, és ezt kiegészítésképpen meg lehet még toldani néhány szervezettel, de akkor menjünk lépésről lépésre. Ugye a bűncselekmények felderítése, és valamelyest a megelőzése függ a rendőrség működésétől. A rendőrség hellyel közzel, amennyire az apparátus létszáma felkészültsége megengedi, teszi a dolgát, vagyis tenni a dolgát. Viszont a felderített esetek, ahogy tovább kerülnek, nevezetesen az ügyészségekre, ott azért már jelentős hiányosság van véleményünk szerint, és aztán onnan tovább került az ítélet kihirdetéséig eltelt idő is nagyon jelentős, és nagy kérdéseket vet fel. Tehát lerövidítenék például ezeket az időket is, hogy aki bűnt követel, az minél hamarabb megkapja a büntetését, ha úgy tetszik? Igen, és akkor menjünk vissza gyorsan a beharangozóba elmondott tiszabezdédi esethez. Azért az mindenki számára megdöbbentő volt, hogy egy ilyen eset előfordulhat, bár hozzáteszem azt, hogy véleményünk szerint ez prognosztizálható. És én azt gondolom, hogy a jelenlegi állapotokat ismerve nem zárult le Tiszabezdéddel ez a bűncselekményi hullám, és nem zárult le az e-fajta bűncselekmények elkövetésének a száma. Csak egy számadatot mondjuk, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a statisztikai kimutatások szerint az elmúlt esztendőben valamivel több mint 1200 testi sértés történt, és ebből majdnem 800 súlyos testi sértés. A tiszabezdédi ügy most kezelésében, jogszerűségében halált okozó súlyos testi sértés. Egyébként, hogyha már itt tartunk, akkor van valamilyen rálátás arra, hogy például ebben a megyében mennyire jellemzőek az ilyen esetek? Tehát arra vagyok kíváncsi, hogy mondjuk közbiztonság területén hol állunk? Szabolcs-Szatmár-Bereg megye hol áll az országos? Közbiztonság területén a statisztikai kimutatások alapján a harmadik, negyedik helyen állunk, ami a rendőrség tevékenységét illeti felderítési mutatókról beszélek, és bűnelkövetési mutatókról beszélek. Ugyanakkor azt azért le kell szögezni, hogy nagyon sok eset el sem jut a hatóságig. És akkor itt mindjárt hozzáteszek egy olyan statisztikai adatot, ami az én véleményemet igazolja, mégpedig azt, hogy csak ebben a megyében 2014-ben közel 24%-kal emelkedett az önbíráskodások száma. Ez a bizottsági ülésen is elhangzott kérdésemre kapott válaszból úgy kell elképzelni, hogy
hogy igenis a rendőrségnek tudomása van arról, hogy az emberek kezdik elveszteni azt a hitet, ami abban rejlik, hogy a magyarországi igazságszolgáltatás az valóban az-e, ami. Tehát, hogy kifejtsem, a többségi vélemény az, hogy Magyarországon jelenleg jogszolgáltatás működik, és nem igazságszolgáltatás. Ezen nagyon-nagyon komolyan változtatni kell. Térjünk akkor erre rá, a Jobbiknak milyen javaslatai, milyen megoldási lehetőségeket vázoltak fel. Például most a rendőrkapitánnyal történt találkozón szóba kerültek-e valamilyen olyan közös ötletek, amivel ezt segíteni lehetne, ezt a folyamatot? Én többnek nevezném ezt, mint ötletnek. Talán először most hangzott el olyan megyei rendőri vezetőtől, amivel egyet tudok érteni, mégpedig az, hogy a bűnüldözést, magát a szervezetet meg kell próbálni megerősíteni és kiszélesíteni. És akkor itt felhívnám a közvélemény figyelmét, hogy a Jobbik által már nagyon-nagyon régen szorgalmazott csendőrség felállítása mennyire hiányzik a településekről. Nekem a saját határozott meg véleményem az és álláspontom az, hogy a települések szerkezetét illetően Szabolcs-Szatmár-Bereg megye elvileg könnyen kezelhetőnek kellene, hogy legyen, hiszen egy kis települési szerkezetről beszélünk, ahol gyakorlatilag olyan településeken történnek bűncselekmények, ahol néhány százan élnek. Ahol gyakorlatilag majdnem mindenki ismeri egymást. Mindenki ismeri a másikat. A bűncselekmények elkövetésének egyik feltétele az, hogy van-e megfelelő táptalaja. És akkor itt ki kell fejteni azt, hogy sajnos a rendőrségi beszámol arról, hogy a bűncselekmények egyik alapvető feltételét képtelen felszámolni, mégpedig a drogkereskedelmet. Sajnos a határ mentén és egyébként akár interneten rendelhető olyan tudatmódosító szerekhez jutnak hozzá az itt élők, amelyek nagyban befolyásolják a tudatállapotukat, viszont kevésbé befolyásolják a pénztárcájukat. Tehát ez azt kell mondanom, hogy a drogok, azok nagyon könnyen hozzáférhetővé váltak anyagilag. Igen, ez mondjuk egy érdekes dolog, vagy nem is tudom, hogy egy kicsit ellentmondásnak is tűnik, hogy egy olyan megyében, ahol alapvetően az átlagkeresetek azért jól alacsonyabbak az ország más részeihez képest, és hát azért a drogok pénzbe kerülnek, mégis itt gyakorlatilag a fogyasztás az elég magas. Igen, és ennek tudható be az is, hogy a bűncselekmények erre épülnek, kifejezetten erre épülnek. Egyrészt, hogy hozzájussanak ezek az emberek, másrészt természetesen ez már maga önmagában bűncselekménynek számít. Ezeknek a gócpontoknak a felderítésében nagyon sokat tudna segíteni egy helyi rendvédelmi szolgálatot teljesítő csendőr, de hozzáteszem azt is, hogy a kistelepülési szerkezetnek köszönhetően nagyon nagy segítséget tudnának adni a maguk a település vezetői. Itt megint menjünk vissza egy picit azért az alapokhoz, ahonnan elkezdtük a beszélgetést. Tiszabezdédről tudni kell, aki nem ismerné egyébként Tiszabezdédnek a hétköznapi életét, hogy egy viszonylagosan békés településnek mondható. Ez azt jelenti, hogy a generációk óta ott élő kisebbség az nagyon jól tudott asszimilálódni az őslakossághoz. Gyakoriak a vegyes házasságok is. Mégis jelen volt és megtörtént ez a bűncselekmény. Ez annak köszönhető, hogy van néhány frissen vagy nem túl régen oda települt renitens közösség, amelyet rendszeresen meglátogatnak más településről élők. Mint ahogy olvashatták a hírekben a kedves nézők is, hogy gyakorlatilag az elkövetők, vagy a feltételezett elkövetők, hiszen még nyomozati szakaszról beszélhetünk, nem tiszabezdédiek voltak, és a helyi kisebbség is nagyon felháborodott ennek a bűncselekménynek az elkövetése kapcsán. De jól behatárolható az a közösség, ahonnan érkeztek. És akkor felmerül az emberbe a kérdés, hogy vajon miért nincs meg az együttműködés a bűnüldöző szervek, és akár a polgármesterek, vagy akár a helyi polgárőrségek között. Ezt nagyon-nagyon meg kell erősíteni, és nekem határozottan az a véleményem, hogy vissza kell állítani azt a méltóságát és tartását a rendőrségnek, amit elveszített az elmúlt években. Elnök úr, időnk lassan elfogyott, úgyhogy köszönöm szépen, hogy vendégünk volt a stúdióban, és természetesen, ahogy említette, bizottsági ülésről jött, és közgyűlés lesz ezen a héten, úgyhogy gondolom a rendőrkapitány ott is beszámol majd a közgyűlésnek az elvégzett munkáról. Nyilván be fog számolni, és mi pedig el fogjuk mondani ott is a megoldási javaslatainkat. És nagyon kívánatosnak tartanánk, hogyha a bűnüldözésbe másik két főszerepet vállaló szerv is egyszer eljutna odáig, hogy találkozzon a lakossággal vagy a megyei közgyűléssel. Na hát reméljük, hogy legközelebb már erről beszélgethetünk. Köszönöm szépen még egyszer, hogy vendégünk. Én köszönöm, hogy itt lehettem.